Zalaszentgrót és térségének csatornázását még a 90-es években kezdték el, azonban egyes városrészek, illetve települések akkor kimaradtak a fejlesztésből. A mostani projektben mintegy 5 milliárd forintból teljessé válik a csatornázottság Zalaszentgróton, Tekenyén és Türjén. Emellett a zalaszentgróti szennyvíztisztító telep is megújul, illetve a türjei elavult telepet is felszámolják. A Zalaszentgrót központi agglomeráció szennyvíz elvezetés és tisztítása nevezető projektnek az aláírására kerül sor. Én úgy fogalmaztam itt, hogy nagyon hosszú út végén vagyunk, hiszen már régóta próbálkoztunk ezeknek az elmaradott települési részeknek, amit eddig kimaradt a csatornahálózat megépítéséből, de egy nagy út van előttünk, hiszen itt 2023 év végéig el kell készülnie ennek a beruházásnak, tehát egy valamivel több mint 2 éves folyamatnak a végére teszünk majd pontot, amikor tényleg a próbaüzem után akkor élesbe megy az egész fejlesztésnek a megvalósítása. Most közel 600 ingatlant kötnek rá a megépülő hálózatra. A projektet a Nemzeti Fejlesztési Programiroda koordinálja, tervezését és kivitelezését pedig a Szabadics ZRT nyerte el közbeszerzési eljárás útján. Ez egy tervezési és kivitelezési projekt, aminek keretében, hogyha most hatályba fog lépni a szerződésünk, akkor első lépésben a tervezési munkáknak állunk neki. Ez tartalmazni fogja mind a hálózatnak a tervezését, mind a szennyvíztelepnek a tervezését, és azt követően fogunk nekiállni a kivitelezésnek, ami egy 5-6 hónap múlva fog megtörténni, hisz a területszerzések, a különböző engedélyeknek a megszerzése, a tervek véglegesítése, az nagyjából ezt a 4-5-6 hónapot fogja igénybe venni. Kovács Tamás hozzátette, a munkálatok teljes ideje alatt biztosított lesz a szennyvízhálózat használata, azonban kisebb kimaradásokra számítani kell majd. A vállalkozónak 2023. december 17-éig kell elkészülnie a teljes beruházással.